Nőként szerzővé válni nem egyszerű, főként akkor, ha az elismerésért a férfiak világában kell harcot vívni. Finta Évának sikerült, 7. kötetét Szafó a Szirten címmel a Sátoraljaújhelyvárosi könyvtárban is bemutatták. Én mindig a férfi irodalommal vetélkedtem, azt kell mondani, mert hát a jó irodalmat céloztam meg legalábbis, és azt meg ott találtam. Amiért mégis előtt az ideje, hogy erről is nyilatkozzak. Most már nincsenek félelmeim a szakmától, azt kell mondanom. Tehát itt is vannak megtanulandó, megtanulni való dolgok, bőven vannak. Ez a Szafó a Szirten kötetem is arról beszél, hogy mennyi szakmai tudnivaló van a költészeten belül, és hogy gyakorlatilag a forma mi mindent tud kihozni az emberből. A szerző a kötetet elsősorban a nőknek szánta, hiszen az általa is megtapasztalt asszonyi sors mozzanatai csengenek vissza a versekben. Mégis olvasói táborának a férfiak is részét képezik. Amikor elkészültem vele, azt gondoltam, hogy ez az első kötetem, amit a nőknek írtam. A visszajelzések azt igazolják, hogy a férfiak többet hát valahogy több értelemmel forgatják, vagy jobban hasznosítják a benne foglaltakat, inkább azt mondanám. Lehet, hogy számukra érdekesebb dolog, mert ez egy másik arca az emberiségnek, és lehet, hogy tudtam olyat mondani nekik a nőkről, a női nemről, amit egyébként korábban esetleg nem tudtak. Az író-olvasó találkozón a kötet szerzőjét Martinák Jánosné mutatta be. Nagyon boldog vagyok, hogy én mutathatom be az új helyieknek Finta Évát, és akinek a 7. kötete előtt is volt már előélete, és a mai napon erről szeretnék beszélni, hiszen több mint 30 éve írja a verseit, és mindegyik kötetének olyan különlegessége van, amiről érdemes itt is beszélni, és kedvet csinálni, hiszen ő egy kortárs költő, aki helyettünk ír, nekünk ír, és illik ismerni.